Tehát mi a 10 fiatal tanulmányából olvasunk, 6. kötet, 16-os rész, a Bia 4 világa. Mondják az oldal számot, onnan folytatjuk. A Héber kiadásban. A Kap TV-n keresztül kérdéseket föltenek, a kiválasztott kérdések kérdésnek sugározva lecke során. Rav. Mi az előző állapotból fogjuk majd kezdeni? Turbet lemata. Ez az 51-es, tehát mi miről tanulunk itt magyarabb? Tehát van az egyenes fény 4 állomása, ez 4 állapot. Ezeket mi felosztjuk Gagatvénél és Ahapra. Van az arc, vagyis a belső rész és a külső rész, az egyik az adakozó, mások a megszerző edények halmaza. A belső edények adakozók, a külső edények megszerzőek, és az ő integrációjuk megadja nekünk a lelkeknek a rendszerét. Tehát nyilván az arc és a hát edénynek az összeolvodásából született Adam Harishon. De nézzük meg, mi jön utána. Tehát, és letisztáztuk, hogy a forrás Adam Harishonon belül az eddig a világig tart, ami a por. Azonban az edények törésének okában megszerzett a rapak, ami a 288 szikra, amely összekeveredett a lamedbettel, a 32-vel, és ilyen módon kialakultak a panim és az ahoraim edények, és a bia parcúfei felemelkedtek, amelyeket úgy hívunk, hogy a porból való világ, és Adam Harishon pedig a hazéban, amely az ország pora, ennek a pora összekeveredett, és fel tudott kavarogni a titkos porral, ami megédesítette a világporát. Tehát magyarul itt a világok rendszerével abban történt minden, tehát az arcnak az edényei összekeveredtek a megszerzős edényekkel, és ez az integráció nyilván azt jelentette, hogy egy rendszer jött létre, egy teljes rendszer, és ezen a rendszeren belül lehetett elérni az alkotásnak a tényleges formáját, igen. Azonban az ő felemelkedésével a bia világaiból az ibor állapotba, amely a megtermékenyülés állapotba, az anyamébe, a nukva, de acilutba. Ez az imailá, a felső ima, ami a, tehát a magus felemelkedett az imához. Emlékeztek, magyarabb? Amikor a zon felemelkedett az abba imához, annak érdekében, hogy Ádámot megszülje. És akkor egy zivug történik az abba ima szintjén, majd pedig egy párosodás, és akkor a levevennek a teljes ereje az visszautasításra került, tehát ez bele volt foglalva a gyökérbe, de most visszautasításra került, azaz, mivel ez interelben volt az adatási edényekbe, a kőszív pedig lejjebb süllyedt, ugye, mert nem tárult még föl teljes egészében. Tehát tételező folyt csak az adakozó edényekkel dolgozunk, amelyekbe bele tudtuk magunkat foglaltatni adakozás gyanán, és akkor önmagában 280 szikromad, ami kiválogatható, a kőszív nélkül magyarok, tehát ez pedig egy illuminációt ad az Ivuk DHK-tól, az Abától, az Apától. Tehát amikor az Apa fényt sugároz, az Atya fényt sugároz a 288-ra, akkor a 288 megmarad csak, a kőszív lezuhan. Tehát, és akkor az imának a belsejében a 280 szikra az ő malkutjába válik, azaz az ő kőszíve helyén, 288 szikrát kap a bínától, és akkor egy speciális partuf alakul ki, mert már lehet dolgozni, mert az alakozás vágya megjelenik a bínából, és akkor ezzel tudunk együttműködni. Malchut Deima, és akkor ő megszületik, és teljes egészében kilép a Malchut Deima állapotából, és neki semmi köze nincs ez a világhoz, akkor ő szifez, mondja, mivel nem marad benne semmi ebből a világnak a porából, és ezért mondjuk azt, hogy ő szabadá válik a halálangyalától teljes egészében, mivel
teljes egészében a panimedényekben van kiválogatva, amely a Bia világának a parcifélmagukban, és ilyen módon ezek ráöltöznek az ondacilútra, mivel úgy tűnik, hogy az Ahorá medényében nem tud belépni többé fény, mégis a többi edény azonosan válik az ondacilútal. Hogy megértsük Arinak a szavait a Sárdámonban lévő könyvből, amely majd feljebb lesz bemutatva, a teljes bűn az akkor volt, amikor a Zonpanin panimálába került, és a kígyó meg tudotta tartani magát ebben a szintben, mivel a Malkut egy üres területet jelentett, amely ennek a világnak a pontjában azt jelentette, hogy a kígyónak a teljes belsősége meg tudott maradni. És valóban Adam Harishonnak a forrás ez a Malkut volt, azaz a világnak a pora, ennek a világnak a pora, azonban a közösségben, a Midat Ramimban, a Midat Dimben, tehát amikor a kegyelem és az ítélet összekeveredtek, ezek a korrekciók is megjelentek, és akkor a 288 szikra ibor állapotában fel tudott emelkedni, és teljes egészében megtisztult. A Malhuttal szemben egy üres terület jelent meg, amely a kígyónak a területe, és ezt teljes egészében felemelkedett a Lacilluthoz, és ez a jelentése a halálangyalától való szabadságnak, mert akkor a klipa az teljes egészében leválasztódott róla. És bár a halál miatt, ami még mindig valóság volt, a kőszív, az a háze alatti részben megmaradt, az általános biában, ezért az ott lévő parcufot nem tudtak korrigálni, amíg meg nem jelenik a Vagde Garde Hayade Yehida és fénye, és ez az állapot valóban a hátsó oldali edényeknek, a megszerzőzőknek az Abba Imától való fények a hora-hora állapotban való belépését megakadályozott, és akkor a klipának mindig van megakadási lehetőség ezeken az edényeken, mert az ima erejének a ragyogása az, ami korrigálja majd ezeket az edényeket, aminek elegendőnek kell lenni Adam Harishonhoz, de ahhoz nem, hogy az ő megszerzés edényei teljes egészében feltárják az ő számára, mert ez a hát-hát kapcsolat alapján ő valóban ennek a világnak a porában építi föl magát, és ezért azt mondjuk, hogy ez a gyökere annak, hogy Adam Harishon megszülessön, és ez a kígyónak a megragadást jelenti, és amikor korrigáljuk az ő hátsó részét, a bojtát, ami a Mandeleitán nevet is viseli, ezért egy erőnek kell lenni az acilutban ehhez, bár miután a Gardegar kiterjed a Hayahid a fényben, és a kiválogatottan edények megjelennek a 40 klipákból, amelyek csak az önmegszerzésre irányulnak, ilyen módon a por, amely a Dvakinban, az feltárul. És ez azt is jelenti, hogy az első gyökere Adam Harishonnak önmagában feltárul, és akkor hagyom már, hogy neima van, hanem ő valóban ennek a világnak a porából épül, mert minden korrekció, amit ő elért a körülötte lévő részekkel együtt, azaz Abba-Veima ibor állapotában történt, akkor az összes vizsgálat a megszerzési edények törésével járt, azért, mert ezek 288 szikraként kizontak ebből, mivel a Malkut beért egy üres területre, és akkor megjelent a 32 szikrája a kőszívnek, és ezeket újra és újra megújtotta a klipákban. Ez a jelentése annak, hogy a porból vett és a porból vétettél, tehát önmagadban nem tudod felfedezni a saját hiányodat, ebben a világnak a porában jöttél, oda is kell visszatérned, és ezért a legmagasabb szikla is az acilut világhoz képest egy völgynek tekintető. Hát nézed meg, ez már régen is megtörtént, amire leírt. Tehát nyilvánvalóan a megszerzési edények el voltak dugva, most pedig az adokozási edények megvizsgálják önmagukat, és ezt hívjuk tulajdonképpen hibának, ami majd a törést megnyilvánítja. A mi anyagunkkal kapcsolatosan, ahogy azt elmagyaráztuk, a bűn előtt, Adam Harishon bűn előtt teljes egészében a panimedényekben létezett, ami az Onde Acilut volt,
És akkor még ez a horájmja is, az nem volt igazi a horájmedény, tehát megszerződény, hanem az arc elől volt tulajdonképpen ez elrejtve az Onda Acilutban, és ennek megfelelően ő ezen keresztül tudott komplet moinokat kapni, mint a Zon, tehát mind a felső dát, mind az alsó dát össze tudott ebben kapcsolódni, azonban a tudásfájának a bűne után, amikor az ő hátsó oldala feltárult, tehát a gyökere mindennek, amely 32 ciklában nyilvánult meg befogadatva a Panim de Bia edényeibe, itt nem volt többé semmilyen megosztása ezekben az azokhoz edényekben a megszerzőekkel, azaz ő képtelen volt a felső dátból bármit is megszerezni, mivel ez az elehárós, azaz a rós az teljesen egészében adakozott, és ezért az ő dátja, amely zát vagy ahorám edény, ezért ugye a panim ahor állapot a panimban tekintető, és az a panimot szolgálja, és ezért kizárólag az alsó dától tud fényeket szerezni, amely vagde vagderos, azaz, amely a megszerző edényei, a megszerző edényeknek, amelyek valóban megerősítik az ő állapotát, azaz a klipákét, mert a paninda ahor de ahor állapotban az a megszerzés érdekében. Ez az, amiről írva van, hogy mielőtt a bűn megtörtént volna, mielőtt ő elkövette volna a bűnt, mind a 613 szintjén a lelkének, bele volt foglalkozva mindenbe, és amikor Adam Harishon elkövette a bűnt, akkor ő lekicsinyítette magát a 130 amával, ugye a 2000 amához képest, és a 4000 amához képest, amely a Jecira, és ilyen módon a 100 ama egy nagyon kis távolság tulajdonképpen az Aciluttól, azaz az első néhány ezer évben az Ameveim de Bria tudott neki fényeket adni emiatt, és amikor nem tudom ki megszületett, Mose, akkor minden újra kiszámításra került. Azaz mondja, tehát van 2000 év az Asziában, 2000 év a Jecirában, és 1000 év a Briában, a Hazéig, amely ugye azt jelenti, hogy ugye akkor nem 6000 év, hanem 5000 év, mert hiányunk van a Hazedebria fölötti területeknek, és hogyha mi mondja Rav, 2%-át is megkapnánk ennek az 5000-nek, akkor megkapjuk a 100-at, ugye? Ezért ez 100 amának. Ezek jelek annak, hogy mennyire vagyunk közel az Acilluthoz. Magyarázat. Mivel a tudásfának a bűne okán elvesztette az összes megszerző edényét, amelyekkel elérte van az Ibur Janika Mohin a Nukma élájában, a felső Nukmában, és az, ami megmaradt benne, az mindössze azok az adokhoz edényei, amely azt jelenti, hogy az ő integrációja a panimmal a biaparcifején belül lehetetlené vált, mert az ő hazepontja tekinthető egyedül olyannak, hogy a keteredény megnyilvánul, és valóban a hazepontjának a megnyilvánása a felső abaveimában az azt jelenti, hogy többé nincs ebben semmi megragadás, azért, mert ugye az a Briában történnek csak azok az edények, amelyek adakozódnak a megszerzés érdekében, és csak a hazalati lézben van igazán megragadás, ahol a Panim Dahor Dahorai medényei a Briában, az a Zonda Briának lesznek majd nevezve. Ezek megszerző edények, ezért a Briában megszerzési erő van. Ezért a bűn után kizárólag egy 100 amá van a Acilluthoz, ami a keter távolságát jelzi, ez 10 parcufnak a távolságát adja meg az Ondebriában, az Abaveima és a Zon a Jecirában, és az Abaveima és a Zon az Asziában, ugye így jön ki a 10 parcuf. Azonban az Abaveima de Briában nincs megragadás a klipák oldaláról, mert a Kelim de Panim edények teljesen válnak, úgy, mint az Acilluthoz képest, és még a megszerző edények is, amelyek a haszadimokat és a gúrotokat hordozzák a felső dátban. Ezek az Ahorán de Panim állapotú edények, melyek állapotok az arc állapotának felelnek meg, a hazéban, amely az Ondebria,
amely Panimda Horda Hor Abriában, és az alsó dát, ugye ezt tanultuk a múltkor, ez szintén megkapja Hasenot és a Gvurát, azonban az Abai Maidei a Jecirában ők Hasenot és Gvurátokat kap önmagán belül, azért mert a Jecir és az Asszia, azok teljesége egészében a testnek a megszerző részéhez tartoznak, ezért van 10 szféra. Tehát ezt százamának nevezzük, az viszonylag közeli távolságnak az abszolútot, így válogattak az edényeit. Erről van mondva, hogy a harmadik moa, a haszadímosak ura együttműködésében, az, amikor jön a spermacsepp és megszüli az újszülöttet. Mivel a haszadímosak ura összességében Barauvarta nevet kapja, azaz, ugye ez a haszadim szüli meg tulajdonképpen a gyereket, és a nő pedig az ítéletet adja hozzá, mivel minden állapotban, amit megszerez, meg kell szereznie a bina fölötti állapotot is, ezért az Erempinda Acilut, az kizárólag a Hókmet és a Binát szerzi meg az Avaimából, mivel ez Rosnak tekintető, és a Zerámpin valóban Guf, mivel ilyen módon ő megkapja a Dát de Avaimát, amely Gufnak testnek tekintető, és a Zát ez pedig Zerámpinnak, és a Dát bele van fogadatva a Zátba, amely Vak egyetlen pontban Berauvarta, és ezen a módon Ádám a Biában az igazaknak a Narán fényével válik, ami azt jelenti, hogy a Gufja fej nélkül valóban kötelező van arra, hogy a Dáttól a Bia világában szerezzen fényeket, amely Zátarosban, amely Barauvajt, ami egyetlen pont. És ez, amiről mondva van, hogy a Hasadimba ülteti be a magot tulajdonképpen a teremtő, és a női rész pedig ugye egy csepp ítéletet hozzá egyedül, ez a Bártadaros, hogy ezt majd elmagyarázzuk később. És ehhez hasonlóan Ádám és annak a lelke fölemelkedik, amely bele van foglaltatva az összes lélek. Na, nézzük meg a kérdéseket és a válaszokat magyarul. Tehát 20 és 21. Tehát figyeljük ki, és menjünk keresztül ezen, jó? Rajta mondja rab. Tehát Batman Gimel oldalon vagyunk. Mondják a kérdésnek a számát. És a válaszok között lehet látni, hogy hol tudjuk a választ megtalálni. A szavaknak a magyarázata. A kérdés pedig az, hogy... Tehát a kérdés az, hogy mit jelent az, hogy Ádám Harisón lekicsinyette magát 100 amára. A bűnt megelőzően Ádám Harisón megkapta a Biravélek 3 állapotát, és a Jeszuton keresztül az Onda Acilutból hatalmas fényeket kapott. A bűn után a világok hibássá váltak, törötté, és mindenki a Parsza Dacilut alá zuhant, és Adam Harishonnak az összes állapota szintén lezuhant, és ami megmaradt, az mindössze 100 kitarim, azaz a Bria 10 parcufja, amely az Onde Bria, Abba Veima és az Onde Yetzira, Abba Veima és az Onde Asia. Ezeket nevezzük összességében 100 amának, de ez egy távolság az Aciluktól, még egyszer. Tehát mi jelent az, hogy Ádám Harisón lekicsinyítette magát 100 amára? A bűnt megelőzően Ádám Harisón a Bia 3 világa volt teljes egészen befoglaltatva, amely aztán Jeszuttá vált az Onde Acilutban, a bűn után a világ hibássá vált, lezuhant a Parsza Acilut alá, és az összes szerve Ádám Harisónnak az vele zuhant, és kizárólag 100 kitarim maradt meg benne a 10 parcufjában a Biának, melyek? Zonde Bria, Abba Veima de Zonde Yetzira, Abba Veima és a Zonde Asia. Ezeket nevezzük 100 amának együtt.
A 21-es kérdés, mit jelent az, hogy Adam Harishon a bűnt megelőzően? A bűnt megelőzően neki volt a Narandel Acilut, amikor ő megszületett a Bia három világában, és akkor Narandel Acilutá vált, a bűn után pedig ő lekicsinyítette magát két lépésben. Egy, amikor ő lezuhant a Parsad Acilut alá, mely a Bia. A második állapot pedig, ami maradt belőle, az 100 nefasot lélek a 10 parcufjának a Biában. Tehát mit az, amit az a Harishon a bűnt megelőzően érzett? A bűnt megelőzően neki volt a Narandel Acilutja, amikor ő valóban a Bia három szintjén volt, ez a Narandel Acilutá vált, a bűn után pedig ő lekicsinyítette magát két lépésben. Az egyik, az lezuhant a Parsad Acilut alá, a másik pedig, abból, ami maradt belőle, az 100 kicsiny lélekszikra, a Bia 10 parcufján keresztül. Na, mit látunk itt? Mit kellene még elolvasnunk, magyarabb? Valamit meg kéne még beszélnünk, magyarabb. Menjünk át a 277-es pontra, oké? Valamikor mondják neki átúról, csak ezt nem halljuk a mikrofonba. Hogy mit olvassanak még? Kén. Tehát a válasz, mondják, hogy hol van a válasz, melyik oldalom. A kérdés pedig 277-es kérdésre felolvasni. Mi a forrása Adam Harishon lelkének, és hogy fog kiválogatásra kerül a válasz? Mondják az oldalszámot. A nefes része Adam Harishonnak az valóban bejön a dalet. A negyedik fázis, azaz a malhut, a cincum alevben, amely meg van szorítva. És az ő teste az ebben a világban végződik, és ez kizárólag az ő eredetiségét mutatja, mert Adam Harishon valóban a korrekció világába született, ahol a Beinard Dalet az meg van édesítve már a Bina által, a Midatadinnel, az ítéletekkel, és a Midatrahamim, a kegyelem pedig az a második állapot lesz, a második megédesítése a Binám. Ez a jelentése annak, hogy Isten ember teremtett a porból, mivel a porral való játék eddig a világig lenyúlik, ezt nevezzük pornak. Az országnak a pora az jelzi, hogy megvan édesítve a Binával, most már, amit Adamának, embernek nevezzük az Adam szóból, hasonló szóból. Tehát a malhut bele van foglaltatva a Binába, és ez olyan megtisztulást okoz, ami azt jelenti, hogy ő képes lesz egy bizonyos mértékben kiszakadni ebből a világból, és az ő teste valóban a Vagda Jecirából is származik, az első hat részével összekapcsolódna a Briának, és akkor a Bet és a Gimel állapotok a Sava testekor, azok még jobban megtisztítanak mindent. De mi azt tanuljuk, hogy az összes világ felemelkedik az Acilúthoz. Lama kolel ha'adam lechol ha'olamot kulam. 278 a kérdés. Ádám miért van belefoglalva összes világba? Tehát ez a 280, nem tudom, hogy pont. Tehát miután az ő, Ádám és a lelkének az eredete a Bein Adalet, amelyet közösső pontnak is nevezünk, mivel ez lenne a poláris pontot az összes világgal szemben, annak érdekében azokat korrigálja, és ezért Adam Harishon is, akinek a forrása Bein Adaletben volt, ő az összes világban belefogadhatja magát, és amikor ő korrigálja önmagát, akkor az összes világ is, legyen az bárhol, korrigálja őszintén.
Te nyilván van, fog felemelkedni, és a világok pedig az imának megfelelően fognak korrigálni és felemelkedni. Tehát a világokban nincsen hiba. A hiba azért történik, mert Ádám a saját edényén keresztül hibásnak látja őket. Ezért olyan, mintha összecsúsztának a világot. Mi a jelentése annak, hogy Ádám Harison a saját kínjainak a helyéről, ahol meg lett teremtve? Tehát mi a jelentése annak, hogy Ádám Harison a saját, ezt most nem értettem, a helyet megteremtve, válasz, a templom ebben a világban, a Bet HaMikdás, az a Briávágban jelenik meg ebben a világban, bár Ádám, aki, amik, de mondták valamit, ahol meg lehet teremtve, ettől a nagy távolságra, ami a Bria világának a porát jelenti, az a Hazade Yetzirától lefelle, ahol valóban ő szemben állt a Bria világának a Hazé Melkasával, Hazéval, és ezt nevezzük az ország porának. Itt lett megteremtve. Nem, bocsánat, innen kap fényeket a törés után. Na, belső fényből, még olvasom valamit. Átmentünk mindenen? Oké, mondja rám. Én szeretném elmondani, hogy tegnap nekünk volt egy női találkozónk. Boldog voltam, hogy ez megtörtént. Rengeteg nő gyűlt össze. Talán 6-700-an is voltak, ezre nem tudom. 900-an voltak. Nagyon sokan voltak a képernyőn keresztül is. A kérdéseik a lényegre irányultak. Hatalmas erőt éreztem belőlük az ő vágyukból. És ha akarnak, lehet ilyeneket még szervezni. És nagyon jó idézeteket olvastunk a női felébresztésről. Én azt gondolom, hogy kell erre időt szakítanunk, hogy tanítsuk a nőket, és hogy valóban a terjesztésbe sokkal több erőt tudnak így vinni, sokkal több vágyat, akaratot, és támogatni tudnak bennünket is, férfiakat és magukat is föl tudják emelni az általános kollekción keresztül. Tehát, amire szükségünk van, hogy respektáljuk az ő önátadásokat és munkájukat, mert nélkülük nem haladunk előre egy millimétert se. És hogy megkíséreljünk, kölcsönösen támogatni egymást, ők bennünket, mi meg őt, és egy olyan módon haladjunk előre, ahol a kölcsönös korrekcióban tudunk létezni. Én nagyon meleg benyomásokat kaptam tőlük az egész gyülekezetből, és reméljük, hogy amilyen gyakran lehetséges, képesek vagyunk ezt megtenni. És akkor menjünk át a leszke következő részére, de ötének énekeljünk egy dalt. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה לפקוח עיניים לחיות בחברה כמו טיפה בקוס מים אז תן לנו כוח לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה לפקוח עיניים לחיות בחברה כמו טיפה בקוס מים שלך הוא טוב ומטיב ורק בזכותך נוכל להשיג תכונת הבינה אלינו תשיב נרצה השפעה כמוך נגיד אז תן לנו כוח לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה לפקוח
בחיניים לחיות בחברה כמו טיפה וכוס מים נעשה לנו כוח לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה לפקוח עיניים לחיות בחברה כמו טיפה וכוס מים השפעה לפקוח עיניים לחיות בחברה כמו טיפה ומוס מים נסתן לנו כוח לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לחיות השפעה